Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Colonists folytatása. Most ugye itt a kérdés, hogy mi is valójában a cél? Ebbe a pályába. Tégla kéne. No. Veszettől harcolunk, bár lassacskán sok teteje nincs. Mondjuk a bányákat megszerezni. Sóbánya. Ezt gondolom szén, igen. Itt pedig a vas. Az avas. Na, az azért elég hasznos lesz. Egyes bánya az dolgozzon. Kő, mondjuk az rizik, abból szűkösen leszünk azért a kőből. Na jó, nem szűkösen. Legfeljebb nem szuper sokan. Majd kiterjed. Watchtower captured. Készítsünk elő cumóra. Mondjuk, mi a cél? Ez egy jó kérdés. Hosszú meg rövid távon. Na se baj. Okay.
Agyag. Oké. Annyi amennyi, hát senki nem mondta, hogy ez egy egyszerű mutatvány. Oké. Hát az zseniális, tehát azt nem tudom legyűrni, aki itt van, innen. Azt meg nem érhettem el. Mert olyan volt a pozíció, amilyen. Ügyes, hát ez zseniális manőver lesz, akkor ezt nem tudom kiírtani. Remélem nem cél, hogy mindent kiírtsak. Okay.
Hát... Ó, hogy ez egy ilyen lassú kérdés, hogy mi lesz itt. Na mindegy, vasat vagy szenet fogunk majd a másik helyről szerezni. Úgyhogy az csak kellemetlen, hogy a... Na persze nem egyszerűen, mert... Hát miért lenne egyszerű? Ezek szerint egy Sawmill is nyugodtan leücsöröghetne itt. Ahogy kőből kifogytunk gyakorlatilag. Az jó. Ha nem jó állapotában. Az ügyeknek. No, millió év alatt. Ó, arany meg kvarcbánya. Majd ha itt lassan átkúszunk.
képességek terén. Na, hát lassan küzdünk a különféle ügyekért. Azt ott megszereztük, végre. Valahára. Ezek nem annyira működnek, úgy látom itt. Még. Kőpalánk, kőpalánk. Kaja meg minden szállít. Az jó móka lesz, ahol innen eljutnak oda a szenek, meg vasak, meg mi egyebek. Hát ezt több mint rossz helyre raktam ki, ezt azért megegyezhetünk. Hát, ja, legyünk annyi, hogy nem volt jó ötlet. No. Az a baj, hogy ők is kitermelték az összes követ. Aztán nem sokra mentek vele. Na, újabb szénbánya, az legalább hasznos. Megnyitjuk a szén meg a kőbányát. Kő, fa, minden, mindenből hiányunk van az egyszerűség kedvéért. Főleg kőből. Na jó, hát
gyakorlatilag egy helyről lesz kőszállítás, és az igen messze is problémás lesz. Ráadásul ahhoz ennek el kell készülnie. Jó, nem muszáj, fával tudjuk elpótolni, de jobb lenne, hogyha ezzel készülne magával. Még mielőtt teljesen kifogyunk. Na. Szénbányánk elkészült. Második szénbányánk. Békésen üzemel. Hát igen, ehhez kő kéne szintén, ami nem annyira vagyon. Na, készült az. Pillanatokon belül lesz szerszám is akkor. Már most mindkét workshopunk kőhiányban küzd. És az ellen nem nagyon tudunk tenni. Ó, hogy ott körbe kell mászni érte. Nekem tökéletesen megfelelő lesz. Van ilyen szép kacskaringós. Na, hát jó eséllyel majd az ágyukig ezt nem fogjuk tudni kitakarítani, mert egyszerűen ezt nem értük el. Na, persze, hogy nem értük el alapon. De lehet, hogy én voltam hülye. Na mindegy. Hát nagyon remélem, hogy attól nem kell újra kezdenünk majd.
Az ugye elég gázos lenne. Abba az útvonalba segíts be, mert ott van mit besegíteni, úgy vélem. Energiába és mi egyébbe. De ahhoz kövek kellene ennek meg minden egyéb. Agyag, ami nemes egyszerűséggel nincs. Inkább a másikat kezd el, mert azt legalább el tudod palánk meg a másik bogyókával. Idle. Ez a level 1-es workshop. Jó, mindegy is. Upgrade-eled ezeket, ráér, utána be van fejezve. Nagyjából. A level 1-es összes sumo. Küzdünk azért, hogy az összeset megszerezzük, de ahhoz ugye a fákat ki kell vágni, ami macera. Elég, mintha ott lenne valami. Akkor hajó, és felderítés. Persze azt jelenti, hogy újabb
ki tudja mennyi ideig. Korlátosan lesznek itt csak ágyuk, meg lőszerek, meg mi egyebek. Kettőt megszerez majd nekünk. Küzdelem ára meg tudjuk szerezni akkor azt a területet. Nem úgy, mint ezt, mert hát az jó munka lesz. Logikus, hogy így lehet. No. Ó, ott van egy kőbánya, az jól hangzik. Jelenbevéve, hogy még nincs ilyen bányánk.
Mert még mindig nem tudjuk elérni. No, hát folytatjuk innen legközelebb. Valószínűleg ez már csak brand rakás, de még ki tudja, mennyi ideig tart.